Emlékérem és díszoklevél, mindkettő gondosan dobozban pihen. Nagy becsben tartja őket Nacsa Tivadar, a kalocsai mentőállomás vezetője, hiszen nem sokan büszkélkedhetnek ilyen elismeréssel. Bács-Kiskun megyében mindössze két mentőtiszt vehette át eddig. A dr. Orvec Béla díjat az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adja át minden évben. Ez ő által adható legmagasabb kitüntetés, gyakorlatilag e fölött már csak a miniszteri dicséret van. Mely elismerés az idei évben mondhatni még többet ér, hiszen az Országos Mentőszolgálat fennállásának 70 éves évfordulója alkalmából bocsájtották ki. Nacsa Tivadart a több évtizeden át végzett kiváló és lelkiismeretes munkájáért, szaktudásáért és a betegekhez való hozzáállásáért tüntették ki. Nálam értékelték, gondolom azt, hogy több mint 35 éve dolgozok a mentőszolgálatnál, több mint 15 éve állomásvezetőként tevékenykedek, és gondolom ezzel érdemeltem ki ezt a kitüntetést. Hiszen pályafutása 77-ben a Dunavecsei mentőállomáson kezdődött, majd a honvédséget követően 83. szeptember 1-én a kalocsai mentőállomáson kezdett dolgozni. Azóta is itt szolgál. Közben elvégeztem a megfelelő iskolákat, először el kellett végezni a 80-as években ápolói iskolát, majd szakápoló lettem, majd 93-ban fölvételt nyertem az egészségügyi főiskolára, és 97-ben elvégeztem a mentőtiszti szakot, így mentőtisztként dolgozom azóta itt a kalocsai mentőállomáson. Melyet nap mint nap kimagasló szakmai tudással, alázattal és szeretettel végez. Kérdésünkre, hogy mit kedvel leginkább hivatásában, és így válaszolt. Mindent. Az életmentést, az odafigyelést, a szakmaiságot, az embereket, a betegeket. Tehát gyakorlatilag ez az életem, ez a hivatásom.